Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem, és úgy döntöttem, hogy újraindítom a programajánló sorozatomat. Úgyhogy hát remélem, hogy lesz rá időm és alkalmam ezt rendszeresen folytatni. Igyekszem, úgyhogy nézzük is főleg az elkövetkezendő hétvégére a programokat. Különböző programokat hoztam, ugyanúgy, mint azelőtt, ugye valamikor az év elején, így tavasz elején fel kellett hagynom a programajánlóval, hiszen nem volt elég időm ezt csinálni, de most megpróbálom újra felvenni a fonalat. Hát kezdjük is, vágjunk is bele, nem akarom húzni az időtöket. Egy modellező programmal kezdeném, nevezetesen egy modell bőrzével. Óbudai modell és játékautó bőrze lesz június 30-án, vasárnap. Óbudán, ez gyakorlatilag Békás megyeren van, tehát ha minden igaz, akkor ott az ilyen 34-es buszokkal valahol a Pünkösdfürdőtől északra, na hogy mondják azt a teret, Pünkösdfürdőtér, vagy hol van a busznak a végállomása, már el is felejtettem, pedig az én vonalam, na mindegy. Szóval Békás megyeren egy nagyon jó kis modellbőrze, így nyáron sem szünetelnek a modellbőrzék, úgyhogy lehet adni, venni, nézelődni. Mindenkinek ajánlom ezt a programot. Aztán bár múlt héten volt a múzeumok éjszakája, de egy állandó kiállítást szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Ugye minden évben a tavaszi, nyári, őszi szezonban időszaki kiállítás van a közlekedési múzeumban, a Diesel csarnokban, az északiban, ugye ez a Kőbányai úton van, tőlem nincs is messze, múlt héten még bengáli villamossal is oda lehetett utazni, ugye a múzeumok éjszakájánál, de amúgy egész évben, hát amíg nyitva tart a múzeum, amíg nem jönnek a hideg idők, addig nyitva tart a Mivel megyünk című kiállítás, és tulajdonképpen ez egy válogatás a múzeum tárgyaiból, tehát hogy mondják ezt, a gyűjteményéből, és hát ikaruszoktól kezdve mindenféle járművek megtalálhatók, úgyhogy érdemes kilátogatni erre a kiállításra. Egyszer én is meg fogom tenni, nem hiszem, hogy most hétvégén, de még akár az is lehet. Aztán veteránosok ajánlott program, akit a veteránautók érdekelnek, illetve hát itt nem csak veterán lesz, amit először fogok ajánlani nektek. Egy Alpha City nevű 3 napos program, itt Alfa Romeo autók lesznek, régiek és újak, állítólag több mint 1000 darab, úgyhogy nem kis találkozóról van szó. Dunaújvárosban tartják ezt a találkozót, a Szalki szigeten, ott egy kempingben van. Egyébként már 27-én kezdődik azt hiszem a kiállítóknak, meg akik ott alvósak, de egyébként 28-ától 30-áig, tehát péntek, szombat, vasárnap van Alfa Romeo találkozó Dunaújvárosban. Érdemes ellátogatni, aki érdekelnek ezek a kocsik. Aztán szintén a Dunántúlon van egy másik veterános program, nevezetesen a Völgység Rally. Ez egy új verseny, első Völgység Rally. Bonyhádon tartják. Nézegettem, kifejezetten ennek az eseménynek a megtartására alakult az egyesület, aki szervezi. Úgyhogy a link ott lesz a leírásban, szombaton és vasárnap tartják ott a tolnai dombok között a Völgység Rallit. Vagy hát lehet, hogy nem csak a Tolna, mert ugye délre meg ott a mecsek, úgyhogy lehet, hogy arra is mennek. Ilyen pontos útvonalat meg ilyeneket nem tudok mondani, de hát a linken lehet tájékozódni. Aztán Budapesten természetesen nyáron nosztalgia szezon van. Hát most ez a hétvége, ez viszonylag a szokásos járatokkal zajlik. Ugye
időnként szoktak más dolgok is lenni, ugye múlt héten volt N36-os a közlekedési múzeumhoz, volt múzeumok éjszakája, troli körjárat egész éjfélig, vagy egyig, nem tudom, de hát erről sajnos lemaradtunk, viszont most hétvégén is lehet nosztalgiázni, nevezetesen szombaton az N2-es vonalon, tehát a Pesti Dunaparton a 2806-os K-típusú favázas villamossal lehet utazni. Ugye ez az a típus, ami annak idején még az UV-k előtt a körúton járt két póttal, a 2800-as. Hát most egy motor fog közlekedni, és a kettesen. Aztán 30-án az UV-k szerelmeseinek lesz egy kis program. Az UV szerelmeseinek kedvez a BKK Nosztalgia flottája, illetve a BKV Nosztalgia flottája a BKK szervezésében, ugyanis ugyanis a MOVE, vagyis modernizált UV, vagy MUV 3430-as kocsi fog közlekedni az N19-es viszonylaton. Aztán nem csak Budapesten, hanem ismét nézzünk vidékre, de most már nem Dunántúlon, hanem az Alföldön is lesz program, nevezetesen a Kecskeméti kisvasúton, ugye a Bugaci kisvasúton lesz egy hajtányos nap, most szombaton érdemes ellátogatni. Én valamelyik évben voltam ott, és nagyon jó kis program volt, nagyon élveztem, úgyhogy lehet utazni a hajtányokkal, megnézni őket, stb. Stb. Ugye tudjátok, hogy a Bugaci kisvasútnak ez a Bugaci ága, ez tulajdonképpen egy ilyen hajtánypályává alakulóban van, és most már azért rendszeresen vannak ilyen hajtányozós programok. Úgyhogy egy kis alföldi kis hajtányozás az szerintem jó szombati program. Én ajánlom mindenkinek. Aztán szoktam ajánlani a két utazás szervezőt, ugye a CRS-t és a Mavrail Tours-t, akik különböző utakat szerveznek az egész év folyamán. Ezt most is megteszem, most is ajánlom őket. A CRS-nek a következő útjai szeptemberben lesznek, de hát ugye vannak olyanok, amik be szoktak telni, úgyhogy érdemes időben foglalni. És a Mavrail Tours is folyamatosan szervez utakat. Ami most hétvégén lesz, arra ugyan nem lehet már jegyet venni, mert betelt, ezek nagyon hamar be szoktak telni, ezért is érdemes időben nézelődni. Az már betelt, viszont esetleg, ha valaki fotózni, videózni, nézegetni akarja a vonatot, akkor fönn van ugye a Mavrail Tours oldalán a menetrend, ugyanis szombaton BC motorkocsival Ferencvárosba fognak közlekedni. Én azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy a Nyugatiból indul, vagy Rákos rendezőről, ebben nem vagyok biztos teljesen, de tulajdonképpen meg is tudom nyitni itt a menetrendet, és akkor meg tudom nektek mondani, hogy a Nyugatiból indul, hát gondolom hát vagy a Körvasúton, de az is lehet, hogy a Királyvágányon át, ezt nem írja itt a leírásba, lehet, hogy írja. Megismerik a motorvonat történetét is. Nem írja, hogy milyen útvonalon közlekedik. Úgyhogy mehet a Körvasúton is, de elvileg mehetne a Királyvágányon is, de szerintem biztos, hogy én majdnem biztos vagyok benne, hogy a Körvasúton keresztül lesz ez az utazás. Hát most a mai nap nem olyan sok programot találtam, ugye nyár azért inkább a strandé, menjetek a Balatonra is, vagy bármelyik strandra, ugye nagyon jó idő lesz a hétvégén, ha minden igaz, de ha egy kis közlekedési programot szeretnétek, akkor jó szívvel ajánlom a lenti, vagyis hát a most elmondott programokat, melyek természetesen most is lent lesznek a leírásban linkekkel együtt. Én Rikári voltam, nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem legközelebb is, remélem lesz alkalmam jövő héten is
programajánlót csinálni. Drukkoljatok nekem, hogy legyen. Meg magatoknak, hogy halljátok a programajánlót. Na, sziasztok! Tschüss!